Na jó, kipróbálok egy bounty huntingot 8000-re. Megnézzük ezt. Nincs is messze. Nézegetem az FPS-eimet és amilyen. Ilyen 70 körül tartja. 73, 60, 53. Húzom már erőm, mert nem látok. Karához kell mennem. Azt, amiért pördült az hardware, hallod? Pördült. Jelent. Itt vagyok 40 FPS-sel Orville-be, egyszer csak felugrott 70-re most. És ugyanott álltam. És ma mióta 40 volt, sétáltam valamelyet. Ah, oh, az miért van, hogy nem bírom kijelölni, hogy hova ugorjak, abszolút. Nem működik a set route. Hol? Ami szerintem az, az indította be azt is, hogy elindítottam a hajót, hogy mozgásba hoztam. Addig nem lehet kijelölni, amíg nem mozogsz. Nagyon úgy tűnt. Van ilyen is, igen. Szokott most ezt tapasztaltam. ETU-n is volt ilyen. Na, az oké, okay, tehát maga az ugrási kör szokott olyankor bejönni. De a mobiglas. Úgy, de lőnek már is. Már lőnek rakétával. Az összes zacskós fejű megállt is az ajtóból, az meg. Ha? Jó. Ja. Ja, most már működik a kijelölés, mind a pihaz, csak mozgásba kellett lendülnöm. Szerintem ugrott egyet a száró. Azt mondtam neked, hogy lehet, hogy azért működik. Hát. Azt nekem mindjárt több egy 20-as az FPS-en.
veszek egy multitool-t. Na, ja, nekem is van, még nem kellett használni egyszer se. Na, itt vagyok Cernina. Szép gödörnékenyen fut. Most is van 60 FPS-em. Ezt tehet majd. Na, most direkt behagyom a FPS mérőt, most nézem. Quantum travel complete. Na, mindjárt odaérek most már. Quantum travel initiated. LOL! Odaugrottam, object complete, naturalize the bounty. What? Azzal megöltem, hogy ide jöttem, vagy mi? Megkaptam a 8000-et, srácok. Ezt így kell csinálni, látjátok? Tehát egy lövés nélkül csináltam meg. Tehát ezt utánozzátok, ha tudjátok. Már veszem is fel a következő 8000-es küldi. Na, gyerek, semmit nem csináltam és megkaptam is. Szerintem pont lelőtték és megkaptam, amikor odaértem. Erre tudok gondolni. Előttem egy kát lesz. Na, most adta be, hogy mit kell lőnöm. És az is, ja, majdnem 100 000 kilométer van tőlem. Már nekem ez is megfelel, odaugrok, azt meghal. Biztos megijed azt. Milyen jó, Grimbex-re eljöttem ezére, karjára, ott volt a küldim. Most karján felvettem, hogy menjek vissza Grimbex-re. Nem baj, még nem sok lőszert pazaroltam. Na ez aztán bounty hunting, én lövés nélkül megcsináltam. Ez az igazi fejvadászat, hogyha látod? Ja, így kell ezt. Hogy a megjelenéseddel szörnyet hal. Tudom, szép folyamatosan fut, az biztos. Nézted már az új telemetrit, hogyha az is megváltozott? Nem néztem még. Hát részletesebb. Én nekem szerintem az teljesen mindegy, hogy ezzel a kis masinával mennyinál. Tehát nem is nagyon szokta. Egyszer ránéztem még, amikor megjelent, azóta se. De amúgy azt mondom, hogy átlagban tényleg azon, tehát azt írja, amivel tényleg fut. Aha. Tudja az olyan, mint a kis polckival menne, azt mondja, nem tudja? Nagyon. Így van. Ez egy kis masina. Ez egy kis masina. Most csak arra kell figyelnem, hogy fel ne kerüljük az aszteroidákon. Ó, vajon már még most figyeltem, hogy nem volt maximumra ráadva a gáz. Hogy menjen már 1200-a? Hoppá, kaptam egy ezért pinget. Valaki radarozott. Mennyire érdemes az űrbe lassítani, azt kitapasztalta már valaki? Mennyire érdemes? Mennyiről? Ja. Függő szerintem. Hát, mondjuk az biztos, megpróbálom úgy, hogy 32 km. Nem mi a fa. Ja, jó, ma semmi. Most kikapcsoltam például ezért a maximális sebességet SMC-re, 30 km-nél váltottam. Nézem, hogy mennyire érek oda. Egész jó lesz. Még 540 nem megyek és 16 km-re van a célpont. Az egész jó. Tehát 30 km-re a szabréval érdemes lekapcsolni a maximum sebességet. 14 km-re hoztam be. Akkor jó 25 kb. Az ideális. Elég 25 kilométernél kilőni a maximum sebessége. Megint egy Valkyrit kell kilőnöm. A úgy látszik, ez a 8000-es küldik, ezek. Valkyri, az előbb is ugyanígy, azt kaptam, Valkyri volt az ellenfelem. Contact.
gimbát átteszem már fixre. Azt arról, hogy tudod milyen gyorsan lelőbben a izébe? Sabrival, alaplódóttal is a izét, a Valkyrie-t, már meg is öltem. Fasza. Na, 16.000-t szereztem, megint 10 perc alatt. Egyikére egy semmit nem lőttem, a másikat meg egyen lelőttem most. Már visszaszereztem azt a pénzt, amit ruhára elköltöttünk. Ezt már szeretem. Ennyi. Figyelj, megint van 8000-es. Hát jó, hogy ezeket csinálom, hát... 2-3 perc alatt meg vagyok egy küldetéses 8000-eket szeretem. Hát ja. Simán akkor. Szedjük Bounty Hunting-el a lóvét. De akkor egy minimális időt kell várnom, míg befrissít izé, hogy hol az ellenfele. Viszont... itt érdekes módon kimegyek az űrbe, hogy itt... jelen itt az asztalai mezőn. Itt fixen ilyen 35-40 FPS-en van kb. Max. Tehát... vagy lehet, hogy a kurvosok izé asztalaida miatt? Persze, valószínű. Vagy lehet, hogy a szerver most erre ne alapozza. Nem stabil még olyat. Biztos. Itt van vettem egy Andromeda, most nézem, arra megyek már. Na most ugrod be. Ó, 115 km van tőlem. Hát akkor gyakorlatilag mehetek így oda. Ezt már szeretem. Mikor sodródsz ki? Azt a játékot játsszuk. Hát tudod ki az a Mikor sodródsz ki? Igen. Japán autóversenyző. Japán autóversenyző. Jaja. Jaja. Na gyerünk. Megyünk Bounty Hunting-olni. Ez erre. Low power to engines. Legalább kiderül, hogyha most is izi, akkor fixen Valkyrie az ellenfél a 8000-es küldének. Majd mindjárt kiderül. Itt egy kettőből kettőször az volt. Mondjuk most meg már 52 FPS-en van, tehát és benne vagyok a sűrűjében most a izének, tehát teljesen ingázik, hogy most mikor menje a izé. Bár addig nem érdekel, amíg 30 felett van. 50 körüli FPS van nagyon szép abban a játékban. Ja, főleg 2K-ba. Jó volt. Most már lassítani kéne 25 ezer. Nekem most kovarvőjükben 90. Megy főfelé, mint a büdös víz. Lehet, hogy szaró tönkre baszódik. Ez már túl jó. Tényleg mennyivel szebb lett az a izé sharpening, hogy főhúztam? Ugye? Yeah, érezhetően... élesebb, ilyen kontrasztos tényleg. Soha nem buzeráltam azt. Jóval visszahoztak kolompárék a Hammerheadet. Az már másik szeló. Na jó. Nem, és most egy Andromédát kell lelőnöm, gyerekek. Á, ott lesz el fó hónapig. Azt lőheted. Kapom a rakétát. Nem is keveset.
Már lelőttem az egyik hajtómű. Még egyet. Kettőt. Lelőttem, összes hajtóművét lelőttem az androménynek, egy helyben. Bukan ír, mert közben engem vadász. Nekem is jön, lol. Meg is van, ennyi volt az Andromeda. Nem volt olyan brutál hosszú idő. Gyakorlatilag abba sérült meg a hajom, hogy a Buccaneer nekem jött. Miközben én álltam. Na, van még egy 800-an. Ez azért lehet így szedni a küldi pénzt. Veszem a következőt fel. Shields? Oh. Épp ott itt vagyok a izéne, amerre kéne a droglaborhoz menni, itt a kifli. Be is adta küldi. Mondja. Oda vissza kell ingázni, most meg 142 kilométerről. Ja, gyakorlatilag Grimhex mellett. Akkor visszaugrunk. Csak hogy jól számolom, már 24 ezeret kerestem 18 perc alatt, 17 perc alatt. 3 darab 8 ezeres küldit csináltam, meg 18 percem megy most a felvétel. Az jó. Pill. Viszont ezzel már találkoztam az élet. Tudj, te láttad már azt, hogy kurva lassan megy a kalibráció, de iszonyat. És sehogy nem bírod gyorsítani. Kikapcsolom a hajót. Hova kell lőni, gyerekek, hogyha én most valakit le akarok lőni, mert most már kis nem körbe. Tudom, mert... Oké, és hogyha ott hiába lövöld... De mennyiről lőtt? Milyen távolságból? 823. Na kell kéne találnia, de mit lősz? Egy Buccaneert. Na épp ezt akartam mondani. Az kurva gyors, azt nagyon nehéz leszedni. Én az előbb 15 percig hajkoráztam. Ha a kis körbe lövöldözök. Egyszerűen nem tudom. De azon nem tudom, most hirtelen rajta van az assist. Azzal találod? Azzal tartod rajta? Nincs assist ezen. Gimbal van, meg fix. Hát akkor kell, hogy legyen, hogyha van, ha gimbalos a fegyvered, akkor kell, hogy legyen rajta assiste. Addig nyomod az R betűt, mi nem látod az ezéket. A nyomkodom, szaggatot. Gimbal fix, gimbal fix, gimbal fix, gimbal fix. Tehát lol. Nincs más. Ez a Hornet arra, amit adnak tudod cserébe. Ja, de na, én a Fricire gondoltam, hogy azt hiszem azon, az ami. Már úgy emlékeztem, hogy a Fricim ma. Klémelek, amik klémelek, addig játszok egyet. De hát ez a... Nekem ez nagyon nem megy. Tehát én... Mi nem megy? Nem találja el a hajót. Egyáltalán, a közelében nem lő. Én viszont mióta Joy-jal irányítom, csak úgy tudom eltalálni, hogyha fixre rakom. A gimbal nekem nem opció Joy-on. Az viszont teljesen fix. Hogy csak kettőt mellé lősz, egyet meg közvetlen közel, mi? Kb. Hát körülbelül, ja. Srácok, hogy ez a küldetés is olyan volt, mire ide értem, pont lelőtték. Hát ez hihetetlen. Mi?
Hát, hogy ilyen küldik. De folyamatosan ezt kapom, hogy megérkezik, és addigra pont levadásszák, mert lövi három ilyen crusaderes üzé. Mondjuk most már itt vagyok, most már leszárok javítani, mert kicsit megsérült a hajunk. Lőnöm nem, nem sokat kellett még. Négy küldiből kettő automata megoldul. Már van 120 ezer. 16 ember vagy, a faszom tudja hány itt engem lövöldöz, egyet nem tudok eltalálni, bazd meg. Mondjuk a legrosszabbat próbálja a bukanírt, azt tegyük hozzá. Azt alapból szopás lőni. De az, hogy el nem találja, tehát nulla, nulla találat. Hát ugye azt lehet, hogy csak gyakorolnod kéne, mert nekem az ennyire nem problémás. Én fixed gim... Na, én fix fegyverrel lőm a Sabrival, és azért szétszerem őket. De hozzáteszem, van, hogy nekem is 10 percig... Most én is fixre tettem. Volt olyanom nekem is, hogy 10 percig kergettem egy bukanírt a Sabréval, mert nem bírtam eltalálni. Vagy csak éppen, hogy mindig levettem a pajzsát, azt például újra eltaláltam, meg feltöltődött, érted? Úgy jártam én is. Viszont nagyobb hajót, Cutlass, meg ilyeneket pilotokat szét lehet tudok szedni. Bukanírt az túl mozgóikony. Érted, de hogyha ha a kis körbe lövök, célzok, akkor mögé lő 30 méterre, vagy a fasz tudja, valahova a picsában, kurvára mellé lő. Tehát semmi, még a közelébe se. Nem a kiskörre lövök. Nekem azzal működik. Neked, Gyuró? Most megyek, kipróbálom az arról, de... Azzal is próbáltam. Az arról meg mondjuk van még assist is. Így van. Hát mondjuk én igazából utoljára tornyokat lövöldöztem azért, de amire rácéloztam, az vitte. Tudja, szerintem lehet, hogy sejtem mi a problémát. Jó neked. Leszállni se tudok. Mert miért nem? Hát mert szerintem a szerver nem frissít, tehát lekértem leszállás engedélyt. Leszálltam és még mindig itt mutatja, hogy szálljak le zöldre. Érted? Tehát valószínűleg nem nálad van a probléma, hanem a szerver csuklott össze. Hát nem tudom. Lol! Hátrább húztam, hogy 2 méterre a hajót, és ott elfogadta. Akkor még csak lehet nagyon előre szálltam, akkor nem tudom. Vagy most frissített a szerver, ez se kizárt. Jó, javítunk. Legalább megnézem, Grimex-en működik-e. Quantum foil-t feltöltötte. Üzemanyagot is. Grimex-en is megy a javítás. Legalább ezt is tudjuk. Nekem PU Grimex nem ment. Igen. CRU legyen nem ment. Ha, és meg a hajómat is megjavította, az is működik. Na, jó van. Na, hogyha neked valami van, de amúgy szerintem ne bukkadni kell kezdi, azt mondom, hogy szopó. Hát most ezt adtam be küldinek, ha most... Ja, akkor lőjed. Ja, elfogyott a lőszerem is, jó van. Elfogyott a lószar. Launch complete. De várjunk, alapvetően azon mi van? G-fegyver? Vagy mi a tököm? Tudja a tököm, mi van ezen a szaron. A Sabre alapból egy nagyrökás kaki. Vagy ilyetem, hogy felszerelés nélkül. Azt tudjuk. Vagy mi a faszom, az alaphornet nem jól mondom, már nem Sabre. Az alaphornet a felszerelés nélkül a szar. Hornetet fő kell pakolni. Én azért igen. Nem használom már. GT-20-as van rajt. Kettő. Hát... Igen, ezt mondom, hát ez semmi. Hát most gyakorlatilag meg vagy köpködővel lőd. Így van, rá kell rakni az elejére egy 3-as lézert, meg a tetejére egy 4-es pontert. Hát akkor... már ezért fogom ignorálni a bounty hunting és a több. Hát nem, az nincsen rá hajót, tudja. De igazából azt nem értem, miért nem friszivel csinálod. Tudom, milyen jól lehet az a lőni? Megmondom, azért, mert gondoltam, tehát amíg klémelem azt a kis szart... Addig lövöldöző egyet. Mert ugye azt... Ha? Addig lövöldöző. De hát igen. Aztán... Na. Igen, de az alapszabra az ugye megkapjuk ingyen, tehát lownership-be, tehát ne várjál semmit tőle. De arra mondom, hogy most nagyon kiakarósnak volt a hangod. Csak érted, csak azt nem tudtam, vagy hát azt nem tudom, hogy amikor nekiállok lövöldözni, mi a kurva anyámra lőjek rá? A kis karikába? A körbe, a kis karikába. A kis karikába lövök, mögé lő, tehát az nekem nem jó. Hát nem tudom. Ez a szar. Én abban lövök, az biztos jó, és izével szoktam, fixeddel.
fixedden nyomtam, most már én is, hogy mondtad. De mert, teljes, tehát... mert ha gimbálom rajta, de már akkor nem bírom eltalálni sem. Ja. Na jó, mindegy. Most már talán leklémelődik a izém, tricikém, azt megyek visszaszállítva. Vagy mondom, azzal is simán lehet csinálni. Én fricivel csináltam a bounty huntingokat. Alapvetően nincsen szar fegyvere. Lassú szarba. Nem lassú az. Az tény, hogy hammerheadet nem bírtam elelőni. Hát figyelj, hogy az nem szar a frici, mert például akkor miért azzal játszottuk végig a Pirates Swarmot, meg a izét is. Meg a Vandal Swarmot, mind a kettőt fricivel csináltuk meg mindannyian. Ja, oké. Okay. Igenis egy durva hajó ilyen szempontból. Kurva erős a pajzsa, bírja is, meg még erőset is lő. Na majd mindjárt visszamegyek. Igen. Ha megkapom még ma a hajót. Alap Szabrével sajnos nem érdemes foglalkozni. Béla. Szabrével? Milyen mondok most mindig Szabrét, bazd meg? Nem tudom. Alap Hornettel nem érdemes foglalkozni. Nekem is ott van, de az nekem is egy valami. A Super, na az már valami. Az dará. Alapvetően úgy fel van pakolva fegyverrel, hogy vuh. Megint egy Valkürit kell leszennem. No power. Nekem a kiskarikába lövök, az el szoktam találni. Vagy pedig úgy szoktam még, hogy fixen ránézek a hajóra. Az a kettő. Attól függ, hogy milyen távolságba megyek. Jaja. Legalábbis nekem ideig ez a tapasztalatom vele. Viszont azt nem egyértelmű, hogy mikortól kezdve lőhetem. Az meg szerintem fegyverfüggő. Igen, de nem mutatja a fegyverem, hogy most igen, most már hatótávon belül van, mint régen. Ja. Akkor tudtam, hogy ja, megjelent a kör, akkor lőhetem. Assassin's Creed-et. Én még egyikkel se tudtam játszani. Nagyon helyes. Nekem tökéletesen a távom, hogyha kis körbe lő. Na, ügyes vagy. Most te úgy döntött, hogy Assassin's Creed adott? Nem. Jó. Azért, ha nem tudod, addig tartod az Assassin's Creed nekem, mint a Metro Exodus. És ez hogy jött most ide az egész, azt nem értem. Hát gondolkodtam, mondtad, ma nem te említetted, mit tudom én, lehet egy órája már. Ja, de csak azért mondtam, hogy azt 4K-ba tudom nyomni, azt csak arra mondtam. Igen. Mögöttem meg a lányomnak az unokatestvére az új Assassin's Creed-en nyomta. Ja. És kicsit néztem közben, mondom, nézem, hogy izé, hát ha kicsit rávisz az élet, vagy nem tudom. De... Unity most ingyen van, letöltheted, kipróbálhatod, kilőheted. Hát az összeset letöltöttem, kipróbáltam, és 5 percet játszottam mindig. Talán a 3 volt az, amelyik egy kicsit jobb, tovább elszórakoztam, hogy jobbnak tűnt. Az amerikai szabadságharcos, ugye az volt az? Azt hiszem, nem tudom, azt hiszem igen. Az meg jó volt. Nem rossz játék, nem arról van szó, szóval egyik se, csak nekem nem jön be ez az ugrálás. Hát bele lehet jönni ebbe a szalmapálába való beleugrálásba. Főmész, leugrasz, főmész, megint leugrasz, megint főmész, megint leugrasz. Hát tök bármilyen. Á, nem mondom, hát nem köt le. A Sims 4 jobban leköt. Úristen. Jó van, elég volt a poénokból, mert szarok a vicceid most ebben ezt nagyon. Én nem viccelszem. Az a baj, hogy még csak nem is viccel. Igen. Hát de most komolyan érted, de nem azt mondom, hogy azzal sokat játszok. Sőt, hát nem is játszok vele igazából, de többet játszottam a Sims 4-el összesen, mint az összes Assassin-nal. Jó, az tényleg. Azzal se játszottam semmit, de többet játszottam. Ez a Metro Exodus bánom nagyon egyébként. Olyan szar lett a PC-s verzió világ. Marhára nem. Na, amúgy jó. Hol lelőttem? Kinek mi, hogy szó se róla.
De azt mondod, a PC-s verzió ezáltal, azt mondod, hogy akkor konzolon sokkal jobb. Tehát én ebből ezt szűrtem le. Nem, azt mondom, hogy a konzolra írták a játékot, és a PC-s portot, magát a portolást annyira elbaszták, hogy nagyon. Mert mi bajod van vele, nekem tökéletesen fut 4K-ba. Vagy mi nem, a bajod van? Nem is, ha az FPS-ről beszélek, az írek a legkövésbe. Az egész, az irányítástól kezdve, a grafikán keresztül, az Nvidia támogatás, amit úgy behangoztak. Nem tudom, nekem gyönyörű volt. Hát, én mit tudom én.